Na szevasztok srácok, én Dream vagyok. Elég ritkán szoktam ilyen stílusú videókat csinálni, de ez a téma már hát legalább egy 2 éve érlődik itt bennem. Úgyhogy hát itt lenne az ideje, hogy elkészítsem a videót róla. Előre is bocsánat a hajamért, holnap megyek fodrászhoz. Hát mint látjátok, a címet az elektromos autókról lesz szó. Az utóbbi 1-2 évben ugye nagyon megugrottak az elektromos autók, mert nagyon nagy a hype körülöttük, eléggé megosztó téma az egész. És lényegében a mai videó lényege az lenne, hogy hát kommenteket fogok majd felolvasni és azokra fogok válaszolni. Na de 3 darab részre osztanám ezt a videót. Elsődlegesen fogunk beszélni a környezetszennyezésről. Másodiknak fogunk beszélni a hangról, igen, nagyon fontos a hang, hát nyilván. És harmadjára fogunk beszélni a technológiáról. Ugye erre a 3 kategóriára osztom ezt a kis videót. És még mielőtt elkezdenénk, a Wikipédiáról hadd olvassak fel nektek valamit. A Dunning-Kruger hatás az a jelenség, amikor minél kevesebbet tud valaki egy adott dologról, annál inkább hajlamos túlbecsülni a saját tudását. Na most ebben a videóban ez a hatás eléggé jelentősen jelen lesz, és hát remélhetőleg nem az én személyemből. Szóval, környezetszennyezés. Rengeteg helyen az interneten, de komolyan rengeteg helyen látom azt, hogy az elektromos autók többet szennyeznek, mint a dízel vagy benzin. Egyébként készítsétek be a popcornt, mert ez egy hosszú videó lesz. Szóval ez a feltevés rengeteg helyen ott szokott lenni igazából. Megpróbálok mindent egyszerűen és gyorsan elmagyarázni. Szóval az elektromos autó nem szennyez többet élete során, ez nagyon fontos, mint egy benzines vagy egy dízeles autó. Első rész. Ugye az autó szennyezés az ott kezdődik, hogy le kell őket gyártani, nyilván. Na most az elektromos autót az akkumulátor miatt nagyobb szennyezéssel lehet legyártani, mint egy benzines vagy dízel autót. Ezek tények egyelőre, ugye tudniillik, hogy a Volkswagen ID.3 az teljes mértékben CO2-mentesen fog készülni, úgyhogy ez is csak a jelenlegi helyzet, és nem a jövő. Nagyon-nagyon-nagyon sok helyen látom azt a mémet, és most remélem, hogy megtalálom, ha megtalálom, akkor ide bevágom nektek, hogy hogy ül az ember a benzin vagy dízel autójába, és füstöl hátul, mint az állat, és emiatt ugye nem boldog, aztán megy utána az elektromos autóval, ami meg rá van kötve az erőművekre, és akkor milyen boldog, hogy ő nem szennyez, közben meg az erőmű ugye hátul pedig füstöl, mint az állat. És általában az elektromos autó haterek akkor ezzel a mémet szoktak jönni, hogy hát az is szennyez, mint az állat, semmivel se zöldebb. De sokkal zöldebb az elektromos autó. Szóval egyrészt az áramot nem csak kifejezetten szénerőműből lehet megtermelni, lehet ez megújuló energiaforrásból, napelem, szélerőmű, és hogyha esetleg nem megújuló energiaforrásból, akkor atomenergiából. Igen, az atomenergia az egy zöld energia. Nem tudom, hogy tudjátok-e. Az atomenergia a legtisztább energia a világon. Egyelőre. Szóval, ha kilovattokra bontjuk, tehát 1 kilowatt atomenergia, az tisztában készül el, mint 1 kilowatt napelemből az energia például. Igen. Szóval az elektromos áramot nem feltétlen szénerőműből lehet nyerni. És a másik dolog, hogy az elektromos autó nem ott szennyez, ahol te szívod a levegőt. Tehát nagyon nem mindegy, hogy az erőmű 30 km a városban is ott jön ki belőle a füst, vagy kijön a városba a füst az autókból, ráadásul sokkal több, mint az erőműből, hogyha ezt lebontjuk ugye kilovattokra. Úgyhogy ez nagyon nem mindegy, hogy az autó puffogja ki a gázt, vagy a várostól messze egy erőmű. De olvassunk fel egy kommentet, amit így kiragadtam egy Facebook poszt alatt. Figyelj, poénkodhatok, de a dízel a jövő, nem az elektromos. Német tudósok leírták már, hogy tisztítják a levegőt a dízelek. Nagyon fontos, a dízel nem tisztítja a levegőt, ez tök hülyeség. A dízel egy gázt kibocsát magából, miközben működik, ami hűti az atmoszférát, de ez közel sem olyan mértékű, ami úgymond jó lenne akárkinek is. Euro 6D-től már egészen biztosan tisztítják. Azért írtam a 2-3 turbót, mert egy 600-700 köbcentis kis motorba simán rakható ennyi turbó, és megy, mint a golyó. Wow. Tisztább lesz tőle a levegő, nem kell az egész ipart átalakítani, és nagyon olcsók a dízelek. De tényleg, mielőtt röhögnétek, nézzétek már meg a tényeket. Az autós társadalom nagy része nem véletlen veti meg a villanyautósokat és az autóikat, mert szerencsétlenek belettek aplizva. Hát nem úgy néz ki, hogy az elektromos autósok lettek beaplizva, na mindegy. Egyáltalán nem környezetkímélő, egy kilowatt áram előállításához 2000-3000 gram CO2-t eresztenek ki a gyárak, egy dízel autó kb. 100 grammot. A különbség
Magyarországon még mindig rengeteg szénerőmű van, ott ez 3-4 ezer gram is van. Még szóismétlés. Járjatok utána, olvassatok, és nem kell először ítélni. Tájékozódjatok! Na, itt annyi hülyeség van, hogy ezt muszáj beszélni. Szóval, nem beszélünk arról, hogy mennyire volna környezetkímélő 6-700 köbcentis dízelmotorokat 2-3 turbóval üzemeltetni. Biztos az, de hát komolyan, minél tovább bonyolítunk egy elavult technológiát, annál több lesz a hiba lehetősége. De erről majd beszélek a harmadik fázisban, ugye a technológiáról. Szóval végül is azt mondta, hogy 2-3 ezer gram CO2 kell egy kilowatt előállításához. Ez teljes mértékben hülyeség. Tehát, és egyébként is egy kilowatt energiával egy elektromos autó sokkal többet hajt, úgymond, mert nagy a hatásfoka, mint egy kilowatt energia benzinből vagy dízelből. De ezt is majd a technológia részen mondom. Tehát, hogy azt mondta, hogy 100 gram kell CO2-ből egy kilowatt energia előállításához. Autóknak a nagy része olyan 150 gram CO2-t termel, miközben megy egy kilométert. Na most nem tudom, hogy egy kilométer alatt hány kilowatt energiát fogyaszt el, ezt nem tudom, azt tudom, hogy mennyit termelnek. Én egy ilyen átlagot mondtam egyébként, az új autókról beszélve, nyilván nem mindenki új autóval jársz. Szóval a régiek akár 500 gram CO2-t is termelhetnek per kilométer. És ezt az optimális haladást mondom, tehát nem az, mikor városba mész, vagy mikor padlózod. Tehát akkor rengeteg. Másik része pedig, hogy még az elektromos autókon a féket is alig kell használni. Ugye az is köztudott, hogy a fékpor, ugye amikor fékezgetsz az autóval, az is egyébként, hát az emberekre elég rossz hatással van. Azért nagyon-nagyon kicsi részecskék a tüdőbe leragadnak, és nem jönnek ki onnan. Valószínűleg soha. Ugyanez van az Euro 6D nem tudom milyen autóktól is. Tehát, hogy meg tudják szűrni a dízelben a kormot, azért nem látod, de az ilyen nagyon-nagyon, mit tudom én, 20-30 nanométeres részecskéket, amiket kinyom magából a motor, azt már nem lehet megszűrni. Tehát ezt a technológiát már ki van maxolva, már hagyjuk már a szarba. Komolyan. És azok a 20-30 nanométeres pici kis részecskék, azok mind lerakódnak a tüdőtökbe, és konkrétan láttam erről egy képet, biztos, hogy nem találom már meg, de Pesten volt mérve egy ilyen műszerrel, tehát hogyha állsz egy Euro 4-es dízel mögött a dugóban, az olyan, mintha cigiznél. Tehát olyan károkat okoz a tüdődbe. Jó, erről a témáról ennyit, még egyetlen egy hosszabb kommentet fogok itt elolvasni, és utána menjünk a hangra. Szóval, egy nagyon okos ember, ez egyébként az előző emberre volt reflektálva, aki még egy két egyszerű dolgot sem képes szétválasztani, az, hogy miből termeljük az áramot, és mivel megy az autó. Mivel két külön problémakör, ez így van egyébként, az autók így is úgy is káros anyagtermelők. Igen, mikor megcsinálják az autókat, azok káros anyagot termelnek. A nagyüzemben megtermelt árammal működő autók hatásfoka még az összes átalakítási veszteséggel együtt is jobb, mint a szilárd üzemanyag tüzelési autókénak. Magyarul ugyanakkor a teljesítmény eléréséhez kevesebb káros anyagot termelnek összesen. Második, a gyárkéményekre sokkal hatékonyabb károsanyag kibocsátás csökkentő és szűrő beépítése lehetséges, mint egy autó kipufogójára. Magyarul például, ha ott a korom nagy része szűrővel felfogható, mint mondjuk egy dízelautó katalizátora, max olyan apró részecskékre bontja, hogy már nem látjuk a nagy fekete füstöt, de attól még jelentős mennyiségben ott van. Erről beszéltem egyébként az előbb. Harmadik, a gyárkémény nem az utcán sétáló emberek orra alá püfögi a füstöt. Akkor mi az ön probléma pontosan az elektromos autókkal? Ja, hogy nem ért hozzá? Az meg, hogy az elektromos áramot miből állítjuk elő, már egy teljesen más problémakör. Hozzáteszem egyébként, hogy hiába 80%-ban nem megújuló energiaforrásból, nagy rész már nem szilárd tüzelésűből, hanem inkább atomenergiából, az meg már nem jár füsttel. Igen, az atomenergia, mint mondtam, a legtisztább energia. Na nézzük a második részleget. A hangot. Hát, hogy mennyi embernek, de mennyire sok embernek probléma az, hogy az elektromos autóknak nincs hangja. Ami egyébként nem igaz, mert van hangja. Ugyanúgy, mint az új autóknak hanggenerátorozzák a hangját. Tessék, itt egy Taycan Launch Control. Nem megy jól, vagy mi van? Nem jó hangja? Nekem tetszik. Szerintem az se sokkal jó, sőt, szerintem is sokkal gázabb az, mikor fognak egy dízelmotort, beleraknak egy autóba, aztán szanaszét hangszórozzák azt a kocsit, hogy legyen valami hangja. Szerintem ez sokkal gázabb, mint az, hogy nincs hangja egy autónak.
tegyük hozzá, például az új Supra-nak is van egy olyan undorító, fos hangja belül, lehet, hogy ki lehet kapcsolni, de minek rakjuk ezt bele, könyörgöm. Na de mindegy, a lényeg az az, srácok, hogy az autóknak a 95%-ának olyan fos hangja van, hogy nem tudom, ez kinek fog hiányozni. Vesztek egy 1 literes Opel Corzát, ez most csak mit tudom én, Suzuki Swiftet, tök mindegy, tudjátok ezeket a tipikus városi autókat. Hát annak milyen hangja van? Kell az a hang valakinek is? Az nem is értékelhető hang, hanem zaj. Kommentolvasás. Az értékelhető hanghoz még. Imádnék egy olyan várost, ahol nincs autózaj. Az értékelhető hangot felőlem tegyék rá számítógépesen, de azt hallhassa a tulaj benne. És ne éjjel-nappal bömböljön a város csak azért, mert közlekedünk. A jobb levegő mellett ez a másik álomképem az elektromosokkal. Másrészt pedig pár hónap alatt átszoksz arra, hogy csend van körülötted, ami nem mellesleg igen pihentető, és felfigyelsz az elektromotor hangjára, és ugyanúgy megtanulod utasként, hogy mit csinál a motor, és ugyanúgy kapaszkodsz, mint benyásnál, ha szükséges. Hát kapaszkodni biztos fogsz, mert az elektromos motorok általánosságban sokkal erősebbek, mint a benzin vagy dízel. Ezzel a kommentet teljesen egyetértek, tehát így van. Szerintem is az autók nagyon nagy százalékának nincs értékelhető hangja, és másik komment. Az autók hangjáról szerintem csak annyit, az emberek 95%-ának olyan autója van, aminek nincs értékelhető hangja, egy 8 éves Ford vagy Opelnek eddig is semmi fos hangja volt. Aminek meg értékelhető hangja van, abból meg havonta egyszer látsz egyet az utakon, olyan drága. Sokaknak fog hiányozni a Passat vagy Suzuki hangja? Nem szeretnék hozzászólni, én ezzel teljes mértékben egyetértek, tehát nagyon ritkán láttok jó hangú autót a városban. Inkább csak zajolást hallottok. Szerintem semmi gond azzal, hogy az elektromos autónak nincs hangja. Sőt, ez nem is gond, ez egy erény. Miért raknak a cégek minél nagyobb szigetelést az autókból, hogy ne hallatszódjon be a motorzaj? Tehát ez nem kifogás, hogy nincs hangja az autónak, és ezért nem veszem meg. Ez egy jó dolog, hogy nincs hangja az autónak, mert csendes. És itt szeretnék áttérni egy teóriámhoz, ami nagyon régóta őrlődik bennem. Ez egy picit visszakapcsolódik az első témakörhöz, a környezetszennyezéshez is. Szerintem az elektromos autók meg fogják menteni a sportautókat. A benzines sportautókat, amiknek jó hangjuk van. Szóval, mint tudjátok, 95 gram per kilométer kell legyen, azt hiszem idei év végén, de ebben nem vagyok biztos, egy autógyártó cégnek az összes autójának, tehát 95 gram per kilométer, az átlag környezet szennyezése. Tehát például, nem tudom, BMW, az összes autó, amit most forgalmaz, tehát ami forgalomban van, az összesnek az átlagja annyit kell elérni. 95 grammot per kilométer. CO2-ből, ugye? Egyrészt ez elég nehéz, másrészt pedig ez azért van bevezetve, mert ugye nagy a szennyezés. Na de, ha lecserélnénk az összes olyan autót, aminek nem kell, hogy jó hangja legyen, tehát tényleg az olyan autókat, amikkel csak a városba járkálnak, vagy akár mennek ilyen 200-300 kilométereket is, mert ugye egy elektromos autó már simán megy annyit. Tehát a 95%-ot, amiről az előbb beszéltem, lecserélnénk elektromos autókra, akkor nem lenne szükség arra, hogy 95 gram per kilométerre limitáljuk az autókat, és ezzel olyan technológiai újításokat raknánk be a benzines autókba, ami teljes mértékben megölik a hangot, ugye, mint most jönnek a benzinesekbe a particle filter, hanem mivel kevés volna olyanokból, ezért lehetne őket hagyni, mert kevés van, nem szennyez sokat. Szóval az én teóriám szerint az elektromos autók meg tudják menteni a sportkocsikat, ha veszik őket. Szóval, ha veszel elektromos autót, lesz sportkocsi. Ha nem veszel elektromos autót, nem lesz sportkocsi. Szóval ezzel már amúgy régóta töröm a fejemet, hogy ez így lehetséges dolog egyébként. Mert érted, hogyha egy autógyártó cégnek a fele, például, most csak a felét mondom, elektromos autó, ami ugye 0 gram per kilométer, akkor a másik fele már lehetne sportkocsi, ami egyébként nagyon nem így van, tehát nagyon-nagyon kicsi százalék az például a BMW-nek is, most nem tudom miért a BMW-nél vagyok mindig, szóval nekik is nagyon kicsi százalék az MS modell, de akkor az MS modelleket se kéne szanaszét folytani, mint például az új M2-t, amiben belekerült a particle filter, és olyan csendes lett, hogy oda kell rakd a füled a kipufogóhoz. Jó, ez enyhén túlzás, de értitek, mit mondok. Szóval legyen az, hogy 95%, aki csak haladni szeretne, az vegyen mindenki elektromos autót, és akkor akik meg sportolni szeretnének, azoknak meg ott lenne a benzines, mert hát ugye kevés százalék, nem fognak annyira szennyezni. De térjünk át a harmadik részre, senkit nem szeretnék untatni, ha még egyáltalán valaki nézi ezt a videót, mert mint mondtam, nagyon-nagyon hosszú lesz.
Úgyhogy a harmadik rész a technológia. A technológián belül két dologra szeretnék reflektálni. Az elektromos motorra első részt, elég sok mindent tudok az elektromos motorokról. Konkrétan 4 éves korom óta foglalkozok elektromos motorokkal. 12 évesen építettem olyan biciklit, ami be lehetett dugni a konnektorba, és az udvaron lefel ralliztam vele. Még talán van valahol videó is erről. Úgyhogy kb. Vágom, hogy működnek ezek a dolgok. Például a Teslaknak a motorjairól tudok egy más érdekességeket. A másik dolog pedig az akkumulátor technológia lenne. Kezdjük talán a hatékonysággal. Ugye a hatékonyság az azt jelenti, hogy mennyi energiát viszünk be a motorba, és hány százaléka jön ki majd hajtási energiává. Szóval az elektromos motoroknál van 90-97%-ig szoktuk látni az elektromotor hatékonyságát. Míg egy benzines vagy dízel motor, a benzineseknél olyan 30% a maximum, lehet, hogy ennél vannak jobbak is, akár 40, a dízelnél meg tudom, hogy 40. Mindegy, a lényeg olyan 30 és 40 közt van. Ez mit jelent? Tehát a benzin, amit nagyon nem környezetkímélő módon termelünk meg, és alakítunk át olyanná, hogy az autókban működjön, ugye, szénerőmű, hogy szennyez? Ja, mert a benzinnek az átalakítása nem szennyez semmit. Szóval a benzinben az energiának a 60-70%-a elmegy így hővé. Nem megy hajtási energiává. Semmi. A technológia miatt, tehát maga az, hogy a motor ezt a fajta mozgást át kell alakítsa erre a fajta mozgásra, ami ugye az elektromos motoroknál alapból ez a fajta mozgás van, rengeteg energiát. Tehát rengeteg energia vészelem miatt. És az, hogy valamit elégetünk, ami rengeteg hőt termel, az energiát meg nem használjuk ki belőle normálisan, meg a hajtásbeli vesztesége, kuplung, váltószerkezet, hátsó kerekeseknél kardántengely, diffi, féltengelyek, borzalmas mennyiségű energiaveszteség van, borzalmas a hatások. Míg elektromos motornál van a motor, és az egyből rá van kötve a kerékre, egy tengelyen keresztül. Vagy rá van kötve egy diffire, és akkor két féltengelyen keresztül. Vagy például a Taycanban van egy kétsebességes váltó, de hát az is csak kétsebesség, és az sem úgy működik. Tehát a Taycan az alapból mindig kettesben van, és hogyha nagyon kell vele gyorsulni, visszavált egyesbe. Tehát ott sem megy el, úgymond, az energia abba, hogy mindig váltogatsz állandóan, csak vált az autó. Szóval ez a technológia, megmondom őszintén, 100 éve csiszolják már a benzines és dízel autókat, és szerintem most már elértünk oda, hogy most már tényleg hagyjuk a francba, elég volt belőle, mert már nem lehet jobbra csinálni, mert már így is szanaszét vannak folytva a benzin és dízel autók, már hova akarjuk még ezt is tovább? Egyszerűen már nem lehet jobban. Ezzel a módszerrel kész, ahogy így mozognak a dugattyúk, és az a rengeteg millió alkatrész, ami kell bele, egyszerűen lejárt az ideje, ez már a múlté. Nem kellene erőltetni ennek a fejlesztését. És egyébként, ahogy hallottam például a Volvo-nál, már nem fognak fejleszteni dízel vagy benzines motorokat, fejlesztenek elektromost, ami sokkal, de sokkal egyszerűbb. Nézzétek meg, így néz ki egy benzinmotor. Tehát mennyi millió alkatrész van ebbe? És így néz ki egy elektromotor. Tehát, hogy ez miből áll egy elektromotor? Van benne középen egy tengely, azon egy tekercs, és akkor az forog benne. És ennyi. Wow. Vagy középen a mágnes és kívül a tekercs, vagy mind a két oldal a tekercs, ez attól függ, hogy egyen áramú a motor vagy váltóáramú, mindegy. Tehát sokkal egyszerűbb. Leírni nem lehet. Ezért van az, hogy az elektromos autók nem szoktak megmenni, nem kell őket szervizbe vinni, nem kell olajat cserélni, az is egyébként szennyező dolog, tehát a maga motorolaj. Nem kell hűteni. Jó, szokott hűtés lenni rajtuk, de nem nagyon kell hűteni. Tehát nem kell a óriási radiátorokat odarakni előre, hogy hűség. És másrészt, instant nyomatékod van, teljes mértékben vezérelhető a motor, borzasztó nagy fordulatszámtartomány, ami miatt nem kell a váltó, de az, hogy jól vezérelhető, az egy nagyon jó dolog. Tehát a sportautókban raknak, tudjátok, hengerenkénti pillangószelepet, hogy a gázra vum-vum, instant reagáljon, vagyis hát nem reagál instant, de majdnem. Na, minden elektromos autó instant reagál. A másodpercnek az a tört része alatt. Ez főleg a dízelekről nagyon nem mondható el.
tehát így, főleg a régebbiekről, borzalmas. Lenyomod padlóra a gáz, vársz, míg elindul, utána míg betölt a turbó, és akkor utána mész. Na de, térjünk át az akkumulátorra, ezt szeretném egy kommenttel kezdeni. Ja, és a 2 év után elromlott aksit majd ellássák egy isten háti mögötti magyar falu szemétárolójában? Az akkumulátorok jelenleg 97%-a újrahasznosítható. Tehát 3% megy szemétbe, vagy nem tudom hova, és a 97%-át újrahasznosítják. Szóval nem fogják elásni. A kifolyt ólom sósav még véletlenül sem szennyező. Á, de ahogy kedves zöld barmok! Mikor használunk mi elektromos autókban ólom sósavas akkumulátorokat? De komolyan. Lítium-ion akkumulátorcellával működik az elektromos autó, ami, mint mondtam, újrahasznosítható. Igen, ezelőtt 20 éve ólomosakkal próbálták. Nem, már akkor is nikkel-kádmium vagy nikkel-metál aksikkal, de vagy nikkel-metál-hibrid aksikkal. Akkor bocsánat, nem ezelőtt 20 éve, ezelőtt 50 éve. Mert hogy jelenleg ez van sajnos, nem, nincs ez, csak te vagy hülye. Miért nem írják le? Hm? A telefonba és 2 év alatt tönkre megy az aksi, megy a kukába sajnos. Igen, nem, egyébként nem kukába megy, hanem újra kell hasznosítani azt is. A telefonba azért megy 2 év alatt tönkre az akkumulátor, mert a telefont minden nap 0-100-ra szoktuk tölteni. Ha nem is 0-100-ra, de megközelítőleg, és ez borzasztó mértékben rontja a celláknak a... Tehát viszed lefele a ciklusokat, mint az állat. Telefont sem ajánlok, hogy 100%-ra töltsetek, csak 80-ra. Ezzel minimum duplázátok az élettartalmát az akkumulátornak. És az elektromos autókat pedig nem töltjük minden nap 0-100-ra. És másrészt pedig az elektromos autókat, mivel több idő feltölteni, jobban tudjuk vezérelni, hogy most pittom kihúzod 80%-nál, és kétszer annyit fog tartani az aksit. Másrészt pedig, amennyit, hát ilyen 6 év alatt, hogy mennyit fejlődött az elektromos autó akkumulátornak a technológiája. Tehát régen olyan 200 ezer kilométert mentek a Teslák egy aksival, 200-300 ezeret. Most 1,6 millió kilométerig vannak tervezve az új aksik. Ez pár év alatt, mondom. Városban dízel kell 2-3 turbóval, igen, ez, tudjátok, ezt mondtam az előbb, mint a BMW 4 turbós dízelese, de ide elég csak az a 2-3 is megy, mint a rakéta, és még a levegőt is tisztítja közben. Igen, nem kell 4 turbó, elég 2 és 3, nem kell a 4, csak 2-3, mert olyan sok különbség van a kettő közt. Hát mondjuk, mikor pénztárcába kell nyúlni, mert kipuknak a turbók, akkor a 4-nél egy kicsit többet kell fizetni, mint a 3. Jó, ez nem, ez víz, tehát ezt ne gondolja senki komolyan. A 4 turbónak az a lényege, hogy tényleg minden egyes fordulatszám tartományban legyen elegendő levegő a motornak, hogy tisztán tudja égetni a dízelt, emiatt legyen mindig ereje. Tudjátok, a dízel nem húz fent, mert oda kellene egy nagyobb turbó, hogy még több levegő, mert akkor kicsi kevés, ezért raknak bele egy csomó turbót, és akkor emiatt nem lesz nagy a szennyezése, relatíve nagy, és ezért fog jobban is menni. De mondtam, tehát ez szerintem már csak ilyen felesleges bonyolítás. A turbókat hagyjuk meg a Suprába, meg a versenyautókba, a pályán, és járjunk elektromos autókkal kint. Csak sajnos még nagyon drágák. Nagyon remélem egyébként, hogy pár éven belül már lesznek olyan elektromos autók. Na jó, nem pár éven, de ilyen 5-10 éven belül már lesznek olyan elektromos autók, amiket meg lehet venni. Hát úgymond olcsó pénzért. Nekem is nagy álmom, még soha nem vezettem egyébként, csak rengeteget tanulok róluk. Szóval ja, az akkumulátoroknak a nagyon nagy százalékát újra lehet hasznosítani, és rengeteget fejlődött az utóbbi években, de egyébként vannak hidrogéncellás autók is. Ez majd kiderül egyébként a technológia fejlődésével, hogy majd még lesz az, amik tényleg beválik. Én ennyit szerettem volna ebben a videóban. Hát nem tudom, ki van még itt. Egyébként, ha végignézted a videót, akkor írd le kommentbe azt, hogy Mákos Luba. Jobbat nem tudok most hirtelen. Csak kíváncsi vagyok, hogy ki nézte meg eddig. Ha érdekelt titeket ez a téma, majd még lesz ilyenről videó, mert én egyébként mondom, rengeteget olvasok utána, és nagyon-nagyon érdekel, hogy mi a szitu velük. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett. A következő videóban pedig találkozunk. Én Dream voltam. Na, sziasztok!